Megkezdődött a tanév a Szent Család óvodában. Az intézményt 25 éve alapították, ezért szeptember 1-én Szentmisével ünnepelték a negyed évszázados jubileumot. A liturgiát Székely János megyés püspök celebrálta, majd megáldotta az épületet. A különleges évnyitót már az új termekben tartották. A létesítmény jelenleg 3 csoport fogadására alkalmas. A munkálatok folytatódnak, a későbbiekben további 2 csoportszobát alakítanak ki. Lélekben és épületben is növekedtünk, hiszen a mai nappal nem csak a 25. évfordulónkat, születésnapját ünnepeljük az óvodának, hanem azt is, hogy egy új kezdetben, egy új épületben tudunk most immár 122 gyerekkel kezdeni egy új nevelési évet. Az óvoda létét egy hosszú küzdelmes folyamat előzte meg, és elmondhatjuk, hogy minden egyes növekedési állomásunk egy hatalmas példaértékű összefogásból jött létre. Az intézménynek 2011 óta az egyházmegye a fenntartója. Kiemelt feladatuknak tartják, hogy a jövő generációi a mindennapos lelki útra való mellett kimagasló oktatásban részesüljenek. A gyermek életében az első évek a legeslegfontosabbak. Ilyenkor születik valakinek a gondolkodásmódja, érzésvilága. A szülő számára hatalmas biztonság, hogyha olyan helyen lehet a gyermeke, ahol vigyáznak rá, és ha valamit megsejt az élet nagy titkaiból, a szeretet titkából, nagy lelkűségből, önzetlenségből. A Szentmise után a megyés püspök megáldotta az épületet. Az óvoda várhatóan 2023. szeptemberére lesz kész.